áttérnék egy teljesen más kérdéskörre. Ez tulajdonképpen Hongvas Béla személyével és életművével kapcsolatos. Korábban is elmondtam, többen tudják is rólam, én Hongvas Bélával személyes kapcsolatban voltam. Joggal fejezhetem így ki magamat, atyai jó barátomnak tekintettem, egy szellemileg kimagasló személyiségnek, akit szerettem és tiszteltem, és akivel szembeni szeretetem és tiszteletem semmit sem csökkent halála óta sem. Semmit sem csökkent, de a tiszteletem az idők folyamán kritikus tiszteletté alakult át. Kritikus tiszteletté alakult át. Erre a kritikára és tiszteletteljes kritikára onnál is inkább szükség van, mert mindent egybevetve Hongvast a pozitív oldalon kell definiálni, Hongvast a magas rendű emberek körében kell definiálni, Hongvast a valóban tiszteletre méltók között kell definiálni, ott kell megállapítani a helyét, és miután egyértelműen itt kell megállapítani a helyét, meg kell állapítani azt is, hogy mi az, ami Hongvasban csak kevéssé fogadható el, vagy elfogadhatatlan. Ugye a tradicionális szerző-gondolkozókra való hivatkozás, magyar nyelve pozitív értelemben igenlő hivatkozás, először Hongvas Bélától hangzott el, vagy Hongvas Béla írásaiban volt, mert bukkantak fel ilyesmi. Először ő foglalkozott, ő olvasott, ő reagált mindenek előtt a tradicionális szerző gondolkozókra, Julius Evolára és René Guénonra. Tehát először Evolára, ez lényeges, tehát ő először Evoliánusnak volt mondható. És másod időben is, és jelentősen is másodszorban fordította a figyelmét Guénon felé. És Ziegler felé, és azután a tradicionális gondolkozók a lazán kapcsolatban lévő, de igen jelentős Rudolf Tamiritz felé. Ugyanakkor 1945-től fogva Evola nevét soha nem ejtette ki és nem írta le. Tehát Hongvas vetette ezt fel először az ő nevüket, a figyelmet ő irányította feléjük, noha a tradicionális gondolkozók jelentőségének a kiemelése már nem az ő nevéhez fűződik. Tudjuk, nem, valószínűleg nem mindenki tudja, és én sem tudtam mindig. Tehát például Hongvas életében nem tudtam. Hogy Hongvas Béla 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. Nem abszolút hitelt érdemlő személyiség mondja nekem, nem hittem volna el. De abszolút hitelt érdemlő személyiség mondtak, és más hitelt érdemlő személyiséget is megerősítették. Tehát a dolog az nem kétséges.
Béla 1945-ben belépett a kommunista pártba, belépett akkor a kommunista pártba, amikor egyáltalán be lehetett már lépni. Tehát 1945 tavaszán Magyarországon még harcok folytak. Belépett a kommunista pártba, és legalább 1947-ig a kommunista párt tagja volt. Legalább 1947-ig. És a párt tagsága úgy szűnt meg, hogy kizárták a pártból. Egyébként ő ugye elveszítette az állását később. Lehet, hogy nem veszítette volna az állását, ha nem lett volna korábban párttag. Ez csak egy mellékes megjegyzés. Na most ez tulajdonképpen a Havas életművel prima facie nem egyeztethető össze ez a párttagság. Most, hogy őt milyen szempontok motiválták pontosan, nem tudjuk. Valószínűleg számos szempont motiválta, de ezek között volt egy olyan szempont, ami tulajdonképpen a legaggasztóbb bizonyos tekintetben. Nevezetesen az, hogy ő elfogadta kommunista ideológiákat bizonyos megszorításokkal. Tehát ő soha nem fogadta el a kommunizmusból a materialista ateizmust. A materialista ateizmust és a keresztény ellenességet soha nem fogadta el. Nem a felekezet ellenességet, azt elfogadta. Magát az esszenciális keresztény ellenességet és a materialista ateizmust soha semmilyen értelemben nem fogadta el. És későbbiekben nem fogadta el a kommunista párt gyakorlatát sem, amelyet azonban ő egészen más megfontolásokból, de nagyon hasonlóan általános felfogáshoz a sztálinizmussal hozott összefüggésbe. Szerinte viszont a kommunista párt, vagy azoknak a jogutódai a sztálinizmussal való leszámolás után sem számoltak le a sztálinizmussal, tehát szerinte a sztálinizmus folytatódott. Tehát szerinte a sztálinizmus folytatódott. Ennek ellenére ő a kommunista ideológia számos vonatkozásával egyetértett. Tehát gondoljuk el, hogy hogy lehetséges az, hogy valaki például a kasztrendszer teljes akceptálása mellett, nem helyeslő akceptálása mellett, de tudomásul vevő akceptálása mellett legyen valaki egy kommunista ideológia. Hamvas életművet tanulmányozva észrevehetjük, hogy Hamvas minden kaszttal ellenszenvez, kivéve a bráhmanával. Minden kaszttal ellenszenvez. Ez ellenszenv hol visszafogott, hol nagy lelkű, válveregető olykor, tehát ilyen paternalisztikus, de nem jó értelemben, hol pedig nagyon erősen elutasító. Például a ksátriákat illetően is. És ez nem egyszerűen génomi hatás. Ezt nem szabad egyszerűen génomnak betudni. Mert génom valóban a ksátriák másodrendűségét hangsúlyozta a bráhmanákkal szemben, de egyáltalán nem olyan hangvétellel és nem olyan hozzáállással, mint Hamvas. Mi lehet ennek tulajdonképpen a hátterében, és mi lehet az, amiben ő a bráhmana tiszteletet összefüggésbe tudta hozni a kommunizmussal?
átvett egy olyan szót, ami különben közismert szó volt, de nem spirituális értelemben, az alapállást. Spirituális értelemben ezt a szót Szabó Lajos vezette be a köztudatba, mondjuk a magyarországi szellemi élet, szűkebb szellemi élet köztudatába, és Hamvas ezt a fogalmat hozzávetőleg Szabó Lajos értelemben, de szabadon értelmezve mégis ezt használta. Tehát azt mondta, hogy az emberiség alapállása az ősközösségi, őskommunisztikus állapot, ami nála az aranykorral azonos volt. Tehát az ősközösséget, amit őskommunizmusnak is neveznek, azt aranykornak tekintette. Amikor nem volt más kaszt, csak a bráhmana, egyes egyedül az aranykorban. Hogy ez a marxi koncepcióban természetesen az ősközösség az egy barlangban ment végbe, és az ősközösségben résztvevő emberek ugye egymást fogyasztották. De ezt erről nem vesz tudomást, erről az aspektusról. Tehát aranykor egyenlő őskommunizmus, őskommunizmus egyenlő aranykor, mint az emberiség alapállása, egyetlen kaszt létezik, a bráhmana, és az eljövendő kommunizmus az az eljövendő aranykor. Tehát őskommunizmus egyenlő paradicsom egyenlő aranykor, az eljövendő kommunizmus egyenlő az eljövendő égi Jeruzsálem, és az aranykor, az új aranykor. Ahol ismét csak egyetlen kaszt fog létezni, a bráhmana. Tehát tulajdonképpen ez volt az ő ezzel kapcsolatos képe. Szerinte az eszenciális kereszténység ezt tanítja. Az eszenciális kereszténység tanítása voltaképpen azonos a kommunista tanításokkal, amit a kommunista tanításoknak a megalkotói nem vettek észre. Tehát minden felekezetiség ellentétes ezzel, de a kereszténység eszenciája nem. A kereszténység a tradíció beteljesülése és kicsúcsosodása és betetőzése. Tehát tulajdonképpen a tradíciók is e felé mutatnak, az új aranykor, az aranykor megvalósítása felé, a kizárólagosan bráhmana állapot felé, de ezt a kereszténység mint betetődés ragadja meg teljesen, és ennek a társadalmi kifejeződése a kommunizmus. Most ez így önmagában, ahogy elhangzott, némileg kisarkítva, de teljesen pontosan, az elemzésemben merem állítani, hogy egy szikrányi tévedés nincs, amit most elmondtam. Határozottan fogalmaztam, teljesen pontosan. De ez így, ahogy van, egy olyan téveszme, amilyen téveszme a világ szellemi történetében alig van. Alig van. Miután Hamvas életművét, annak ellenére, hogy ez egy vezérfonal benne, mégsem ez jellemzi. Először is Hamvas egy egészen kivételes nívón álló író. Biztos, hogy a legnagyobb magyar író, és az esszei irodalom vonatkozásában szerintem, ha őt megismernék,
Ő egy világirodalmi nagyság az eszélyirodalom tekintetében. Tehát egy csodálatos író. Csodálatosan ír. Mindent. Minden korszakában csodálatosan ír. Ezért mindezekért végül is ő inkább pozitív alak, mint sem negatív alak, de elkövet egy olyan lapidáris tévedést, ami szinte egyedülálló. Ami szinte egyedülálló. Szóval Hamvas, amennyire a tradicionális szerző gondolkozók közé soroljuk, legalább ugyanolyan joggal őt az antitradicionális szerzőgondolkozók között is meg kellene említeni. Benne a tradicionalitás és az antitradicionalitás egy különös szimbiózisban jelenik meg, soha senkinél ilyen szimbiózis nem lehetett egyébként tapasztalni. Nála ez a kettő együtt élt. Ezzel mind azt vonja maga után, hogy Hamvast olvasni kell, és olvasni kell, és olvasni kell. Hamvast olvasni egyébként egy szellemi élvezet. Tehát egyáltalán nem egy nehéz feladat. És ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy mi az, ami benne elfogadható, és mi az, ami nem elfogadható. Egy teljesen más részletkérdés vonatkozásában erről szintén beszéltem, példaként, illusztrációként, most ismét megemlítem. Ő összeegyeztethetetlennek tartja az idillicitást a heroicitással. Azt mondja, hogy vannak idillikus beállítottságú népek, és vannak heroizmusra beállított népek, és ez teljesen más valami, és kizárja az egyik a másikat. És természetesen az idilli mellett foglal állást, és úgy véli, hogy a magyar az lényege szerint idilli. A magyar szerintem lényege szerint, egykori lényege szerint heroikus is volt, és idilli is volt. Most már semmi, már egyik se, de volt, szóval mind a kettő volt. És szerintem minden igazán nagy nép, etnosz, nem démosz, etnosz, idilli is volt és heroikus is volt. És az idillicitásnak fokozatai vannak, és a harc heroicitásnak is, ami tulajdonképpen heroicitássá transzmutált harciasság, annak is fokozatai vannak. Vannak olyan idilli fokozatok, amelyek nagyon alacsony rendűek, idillnek nem is nevezhetők, és ez nagyon alacsony vadsággal kapcsolatban hozható harciasságnak a megfelelője, és van olyan spirituális és éteri idillicitás, ami a legtisztább heroicitással igenis kapcsolatban hozható, majdnem azt mondom, hogy szükségképpen kapcsolatban hozható. Tehát Hamvasnak ez a szembeállítása, bármi gyönyörűen írja le ezt a szembeállítást, mert olyan csodálatosan írja le és fejti ki, hogy ámulatba esik az olvasó. Csak éppen nem igaz. Tehát ilyennel sokszor lehet találkozni. Tehát csodálatos kifejtés, és nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Nem úgy, hogy vitatható, ezzel úgy is nézhetjük, hogy igaz, nem igaz. És sajnos ilyenek léptennyomon felbukkannak. Van egy csodálatos német nyelven író szerző, német szerző, Friedrich Gundolf, a George Kör, egyik prominens tagja, talán a legprominensebb tagja Alfred Schuller mellett, George után, akit egyébként Hamvas igen sokra tartott. Most Hamvas a költőiséggel
összefüggésbe hozta az idillicitást. Gundolf pedig írt egy könyvet. Ez a könyv nekem 1959-ben a kezembe került, de miután az, aki mi a könyv volt, az kivándorolt, a könyvet nem tudtam annak rendje és módja szerint elolvasni, és azóta sem került a kezembe, de azért vannak emlékeim a könyvről. A könyvnek az a címe, hogy Dichter und Helden. A költő és a hős. Hősök. Költők és a hősök. És Gundolf nem lát ellentétet ezek között. Gundolf komplementciákat lát, és mély benső összefüggéseket. Egy rendkívül magas rendű szerző volt. Tehát pontosan az idilli költő és a hős, a hérosz, az nem antitétikus állapot. Nagyon közeli állapot. A héroszok félistenek voltak. Heniteoszok, félistenek voltak. És a költői fároszok csúcsállapota, az heniteosz állapot. Nagyon mély benső összefüggések kötik össze az ideális héroszt, az ideális hőst, és az ideális költőt, akiből nagyon kevés volt a világon. De a költő idilli állapotát és a hérosz heroikus állapotát úgy szinte. Az az érdekes, hogy Hamvas egy világnézeti gondolkozó. Állandóan a világnézet ellen harcol és elutasítja a világnézetet. Világnézetet bunkernek tekinti. Hamvas világnézeti. És a világnézete emocionális. Magáról azt írja, hogy csak értelmi az egész élete, és nincs benne emocionalitás. Hamvas mélységesen emocionális és világnézeti. A kereszténység és kommunizmus összeegyeztethetőségét egy képtelenségnek tartja. Önmagában ezt hozta létre. Önmagában ezt hozta létre, emocionálisan és világnézeti módon. Tehát pont azokon a mocek, amiket a legélesebben elutasít. Amelyeket elutasít úgy is, hogy vele nincs összefüggésben, és elutasítja általában. Tehát ezek azok, amiket érteni lehet, szóval egyre jobban értem azt, hogy mi mozgatta Hamvast. Nem a megértés vonatkozásában értem. Ezt megérteni nem lehet. Ezt érteni lehet. Ezt megérteni nem lehet. Megérteni nem. Érteni igen. Hosszú ideig érteni sem tudtam. Most már értem. Ezt az értést lehet megértésnek is nevezni, de nem az akceptálás. Amit az akceptálás úgy nem lehet megérteni, nem lehet elfogadni ezt. Lehet tudni, hogy miről van szó. Ezt elfogadni nem lehet. Kiváltképpen nem lehet egy olyan magasan kvalifikált ember esetében, mint Hamvas. Aki Hamvas iránytűként akarja használni, az eltéved. Jéghegyek, vagy ha úgy tetszik, áthatolhatatlan őserdőkbe téved.
katasztrofálisan eltéved. Olvasni kell, de követni nem kell, és nem is lehet tulajdonképpen. Ez az egyetlen, ami megmenti azt, aki mégis követni akarná, hogy nem lehet követni. Nem lehet követni, mert olyan ellentmondások vannak az életműn belül, hogy nem lehet követni. Mert nem tudhatja az, aki követni akarja, hogy tulajdonképpen így csinálja, hogy kövesse. Nem látja a követhetőséget, nem látja a nyomvonalakat. Tehát veszélyes hamvas követése, és ennek a megkísérlése veszélyes. Ennek ellenére hamvast nem olvasni, miután ez magyar nyelven van, az bűnös vétek.